mélységesen mély a múltnak kútja. Ki tudja? Az enyém azt hiszem nem is olyan mély. Maximum 2-3 méteres. Mindössze 2-3 nemzedék felgyülemlett emlékét őrzi. Ami azon túl van, ami ennél mélyebben fekszik, az számomra már nem elérhető, nem áttekinthető, valószínűleg örökre oda veszett a kút alján megbúvó, zavaros vízben. Lábjegyzetek. Darvas Iván olvas fel részleteket könyvéből. Önmagamról, őseimről mindössze annyit tudok, amennyit a szüleimtől hallottam. Nagyszüleimet soha, oldalági rokonaimat is csak nagy ritkán, elvétve láthattam. Apám úgynevezett első generációs értelmiségi volt. Egy Losonc melletti falucskában paraszt gyerekként igen korán árvaságra jutott. Mégis hihetetlen szorgalommal és akaraterővel végül is felküzdötte magát egyetemi végzettségű literátussá. De a Kolozsvári Egyetemen frissen szerzett latin magyar szakos tanári diplomájával a zsebében 1914 nyarán már is bevonult hadapródnak, és még ugyanabban az évben Galíciában hadifogságba esett, és hosszú évekre Szibériába került. Apámnak különben is pehje volt a háborúkkal. Az elsőnek majdnem a legelején fogságba esett, és csak 7 év múlva került haza. A másodiknak meg majdnem a legvégén halálos sebet kapott, és meg is halt. A vesztett háború után, iszonyatos gyötrődések közepette hazafelé tartván, Moszkvában maláriától, éhségtől, fogságtól elcsigázva, végképp legyengülve, kórházba került. Anyám meg vöröskeresztes ápolónőként dolgozott ugyanott. Úgy hozta a sors, hogy a nagybeteg magyar fiú még így félholtan is rajta felejtette a szemét a szépséges orosz lányon, és alig, hogy újra lábra tudott állni, első dolga volt anyakönyvvezetőt keríteni, és az ifjú pár már is együtt folytatta útját a férfi távoli hazájába. Mire apám nagy nehezen hazavergődött, a két város, amelyhez addig kötődött, nevet cserélt. Kolozsvárból Kluzs lett, Losoncból Lucsenyec. Egy darabig mesés nyomorban tengette életét az ifjú pár egy Losonc melletti kis falucskában, Bején. Addigra persze az is Behincévé alakult át. Apám a szomszédos Szent Iványi kastélyban adott a grófi gyerekeknek magánórákat, anyám a ház körüli teendőkben gyakorolta magát. Nem sokára megszületett első gyermekük, Attila bátyám. Úgy tudja a családi legenda, hogy nyomorukban még orvosra se futotta nekik, úgyhogy apám autodidakta módon felkészülve egy bába segítségével egymaga vezette le a szülést. Jó magam ugyan szintén itt Bején láttam meg a napvilágot, de bevallom, semmilyen emléket nem őrzök a falucskáról. Mire eszmélni kezdtem, már az újonnan alakult Csehszlovák köztársaság fővárosában, a gyönyörűséges Prágában éltünk. A magam részéről azóta is Prágát tekintem szülővárosomnak. Ha nosztalgiázni támad kedvem, soha nem Bejére utazom, mindig csak Prágát keresem fel, vagy patetikusabban oda zarándokolok. Egyébként mindmáig a világ legszebb városai egyikének tartom. Apámat a Prágai Magyar Hírlap alkalmazta szerkesztőnek. Igen, a két világháború között az úgynevezett első köztársaság Prágájában voltak kisebbségeknek saját képviseletük, pártjuk, napilapjuk, kulturális egyesületük, a németeknek még középiskolájuk, egyetemük, sőt, saját színházuk is, de még az emigráns oroszok apró közösségének is volt saját hetente megjelenő kiadványa, vagy csak havonta, már nem emlékszem. A címét is elfelejtettem, de emlékszem, annak idején én is abból tanultam még a ciril betűket. Ami a vidéki gyereknek a rét, a mező, az erdő, a gémes kút, az volt nekem Dejvice, Stromovka, Podbaba, Smíchov, Kampa, Malostranské námestí, Národní třída, Prašní brána, Staroměstské námestí és kapcsolt részei. Nem azért hagyom ki a felsorolásból a közismert Hradčanit, Károlyhidat vagy Vencelteret, mintha nem szerettem volna, hanem csak azért, mert a turisták annyira elkoptatták már a nevét. Mind meg annyi csoda,
titok, felfedezésre váró, izgalmas és félelmetes kalandot ígérő élmény színhelye. Az egzugos utcácskák, az ódon kapuájak, a meredek lépcsők és a semmiből hirtelen felbukkanó csodálatos kilátások világa nyilván egyszer s mindenkorra rányomta bélyegét a szép érzékemre, ízlésemre, egész életszemléletemre. Meggyőződésem nem múlhat el nyomtalanul, ha az ember gyerekkorában ennyire gazdagon burjánzó, ugyanakkor mégis arányos, emberi léptékű, a hosszú századokon keresztül mindvégig organikusan fejlődött, gyönyörű, harmonikus környezet veszi körül. De mit ragozzam? Prága szép. Prága aranyváros. Kész. Mindössze ennyit szeretnék leszögezni. Apám roppant rátarti magyar lévén, gondolom már az is önmagáért beszél, hogy a két fiát Attila és Szilárd névre kereszteltette. Iván csak akkor lettem, amikor színész sorba léptem. Eredeti nevem Szilárd. Mindenképpen elkerülendőnek tartotta, hogy cseh iskolába járassam bennünket. Magyar tanintézet hiányában végül is úgy döntött, hogy akkor hadd járjanak a nebulók csak azért is német iskolába. Így aztán kisiskolás koromban a magyar, orosz és cseh után észrevétlenül rám ragadt valahogy a német nyelv is. Olyannyira, hogy a testvérbátyámmal például élete végéig csak németül beszéltünk. Számolni a mai napig is csak németül tudok. Igaz, amidőn bekerültem az elemi iskola első osztályába, nagyon is észrevehetően, mondhatni kétségbejtően hiányzott akár a legprimitívebb kapcsolatteremtés alapvető eszköze, a nyelv. Teljesen magamra hagyatva álltam ott, 25-30 vadidegen, egymás közt láthatóan pompásan kommunikáló, számomra azonban félelmetesnek, ellenségesnek tűnő szilaj kölyök körében, mint egy süket némán, kiszolgáltatva és végképp kirekesztve mindenből. Kínomban úgy segítettem magamon, hogy egy csehül tudó kisfiút választottam pattársamul. Paul Weigert barátomat személyi tolmácsomnak, titkáromnak használva, nagy nehezen átvészeltem aztán valahogy az első kalandos fél évet. Utána meg már azon kaptam magam, hogy kezdek azért boldogulni valahogy nélküle is. Mégis mindvégig megmaradt valamilyen homályos sejtésem arról, más vagyok, mint a többiek. Nem igazán tartozom közéjük. Soha nem tudtam az osztálytársaimhoz hasonlóan olyan magától értetődően, gátlástalanul és könnyedén kimondani azt a szócskát, hogy mi. Azaz wir. De emlékezetem szerint nem csak németül, hanem tudj Isten miért, nehezemre esett a személyes névmás, emez első személy többes számban való gondtalan használata, az általam ismert többi nyelven is. Ha magyarul mondtam, vagy gondoltam azt, hogy mi, az mindössze annyit jelenthetett, mi, a darvasok, a papám, mamám, bátyám, meg én. Soha nem jutott volna eszembe, hogy úgy értsem, mi magyarok. Tudtam ugyan persze, hogy létezik valahol egy ország, ahol mindenki tud magyarul. Bár volt idő kiskoromban, amikor szentül meg voltam győződve, a magyar nyelvet egyedül a papám találta ki, kifejezetten azzal a céllal, hogy a körülöttünk élő csehek ne értsék, mit beszélünk. És csupa olyan ember él ott, mint az én papám, és mind-mind ugyanolyan szomorú, mert elvették tőlük a fél országot, például Losoncot, illetve át Lucsenyecet, ahova nyáron olykor-olykor leszoktunk ruccanni a szlovákiai rokonainkhoz, a papám két nővéréhez, Juli nénihez, meg Ilonka nénihez, aki a Losonc, illetve át Lucsenyec melletti Gömörpanyitra, illetve át Gemerre, és Ipoly magyarira, illetve át Uhorszkejra ment férjhez. Amit aztán megint nem nagyon értettem, hisz a saját szememmel láttam, hogy Losonc, illetve át Lucsenyec, akárhogy el van is véve a magyaroktól, tehát a papámtól is, de mégiscsak megvan, és Ilonka néni is megvan a férjével együtt, a tréfás kedvű kövér Gubza Lajos bácsival, meg a Juli néni is megvan a maga kevés beszédű Ondrej Taját nevű férjével, aki tud ugyan egy kicsit magyarul, de azért mégiscsak leginkább tót, illetve át szlovák. És élik a maguk abszolút hétköznapi dolgos életét. Láthatóan teljesen otthon érzik magukat a portájukon. Talán még azt is megkockáztattam volna, övék itt minden. Ez az egész Ipoly magyari, meg Gömörpanyit, meg Losonc, illetve Uhorszke, meg Gemer, meg Lucsenyec. És talán nincsenek is tudatában annak, hogy ők tulajdonképpen el vannak véve. És ha mi, a papám, mamám, bátyám, meg én, ne adj Isten, szintén itt laknánk, és pláne mi is itteni parasztok lennénk, akkor
akárhogy el van is ez az egész véve a magyaroktól, bizony ugyanúgy a papámé meg a milyen kis lenne ez a vidék, és akkor akárhogy is töröm ezen a fejem, tulajdonképpen nem is volna, mint szomorkodnia a papámnak. De hát, hála Istennek, hessen tettem el a gondolatot, mi csak nyáron ruccanunk le olykor-olykor ide falura, aztán meg úgy gyorsan vissza a városba, Prágába. Úgyhogy az adott körülmények között, hál' Istennek, teljesen értelmetlen kutatni, vajonokkal vagy feleslegesen szomorkodik-e az én papám. Egy biztos, apám úgy él emlékeimben, mint végtelenül puritán, szerény, csendes, zárkózott, szomorú ember. Korai fiúságában azt az álmot dédelgette lelke legmélyén, hogy a világ majd költőként ismeri meg. Magyar költő szeretett volna lenni. Addi volt a példaképe. Itt-ott jelentek is meg versei, még kötetre is futott az erejéből és idejéből, de a hétköznapok megpróbáltatásai végül is kedvét szeghették. Megmaradt a prózánál, az újságírásnál. Keserű, csalódott ember volt. Persze, hogy szerettem. Végtelenül tiszteltem a feltétlen tisztességért, önzetlenségért, szorgalmáért, kötelességtudatáért. Ezt érezhette is, tán jól is esett neki. De hogy ugyanolyan feltétlen együttérzést tapasztalt volna részemről a távoli magyar haza búja baja fölötti bánkódását illetően is. Attól tartok, állandó csalódás fájdalmas forrása lehettem számára e téren is. Arról nem is beszélve, mennyire fájhatott neki, hogy nyomát se láthatta bennem saját puritán jellemvonásainak. Pontatlan voltam, lusta, későnkelő, léha, könnyelmű, hazudozó, iskolakerülő, rossz tanuló. Életének nagy pillanata volt, amikor megvalósulni látszott, amiért évtizedek óta küzdött, amikor úgy látta, beérik az életműve. 1938-ban és 40-ben az úgynevezett első és második bécsi döntés alkalmával a nagyhatalmak megállapodtak abban, hogy a Felvidék és Erdély egy része visszakerül a Magyar Királyság szuverenitása alá. Így hát számos más visszacsatolt magyar városhoz hasonlóan Lucsenyecből ismét Losonc lett, Kluzsból Kolozsvár. Úgy emlékszem, ez volt az egyetlen pillanat apám életében, amikor maradéktalanul, felhőtlenül boldognak láttam. Máig is a mondó vagyok, az vesse rá az első követ, aki már akkor távolabb látott, aki már akkor megjósolta, mi lesz ennek az ára. Nem mintha nem akadt volna már akkor is ilyen előrelátó elme. Volt, persze, hogy volt. Mit tagadjam, akármennyire fáj is, apám nem tartozott azok közé, akik ilyen világosan megjósolták volna a katasztrófát. A vesztett háború után persze már könnyű volt okosnak lenni, és visszamenőleg átkot szórni mindenfajta irredentizmusra. A prágai magyar hírlap, elveszítvén természetes olvasótáborát, az addig Csehszlovákiához tartozó magyar lakta felvidéket, megszűnt. A szerkesztőség tagjai csak nem teljes számban áttették működésük színterét Budapestre, és a prágai magyar hírlap mintájára megalakították a felvidéki magyar hírlapot. A mi családunk is akkor költözött Prágából Budapestre. Ha meg oroszul mondtam ki azt, hogy mi, azaz, hogy mű, még a legtávolabbi gondolataimban sem merült fel más valaki, mint egyedül az anyám, és hát igen, akarva nem akarva úgy éreztem, minden belső tiltakozásom ellenére némileg azért én is benne foglaltatok ebben a tág fogalomban. Olykor bizony önmagamban is felfedezni véltem azt a bizonyos, nem is tudom micsodát, ami az anyámban olyan tipikusan oroszosnak tűnt. Egyfajta érzelmi túltelítettséget, romantikus túlzásokra való hajlamot, bizonytalanságot, egyfajta kritikátlan befolyásolhatóságot, máskor meg éppenséggel végletes makacságot. Ha nem örültem is neki, de elfogadtam, hogy ez is része annak, amivel még meg kell tanulnom bánni, mielőtt kilépek, úgymond, a nagybetűs életbe. Anyám például, meg akarván egyszer akadályozni, hogy pajtársaimmal biciklitúrára induljak, képes volt arra, hogy csak a holttestemen keresztül felkiáltással, csak ugyan szó szerint keresztbe feküdjön a lakásunk küszöbén. Nem is maradt más lehetőségem. Vállamra emeltem a kerékpárt, óvatosan átléptem rajta, és úgy mentem el biciklizni. Az biztos,
a mamám emigráns honfitársainak groteszk honfibúja láttán, az orossággal való egyvétartozás, vagy akár csak szolidaritás leghalványabb jelét se bírtam volna magamban felidézni. Élt ugyanis a két világháború között Prágában egy csekélyszámú, de igen élénk közösségi életet élő, említettem volt még saját sajtótermékkel is rendelkező orosz emigráns csoport. Volt közöttük arisztokrata, polgár, katona, paraszt, művész, egy szóval a társadalom majd minden rétege képviselve volt soraikban. Érthető módon egytől egyik mélységesen elítélték az oroszországi fejleményeket. Jól lehet, anyám nem emigránsként érkezett Prágába. Volt hadifogoly, külföldi állampolgár, hites feleségeként, érvényes szovjet kivándorló útlevéllel legálisan hagyta el a Szovjetuniót. Az erősen antikommunista motivációjú társaság mégis szívesen fogadta soraiba az érdekes, művelt fiatalasszonyt. Az a szokás alakult ki a kolónia tagjai között, hogy két hetente, három hetente valamelyikük lakásán összejöttek egy-egy hétvégén, teát ittak, beszélgettek, emlékeztek, zenéltek, énekeltek. Így esett ránk is a sor évente tán kétszer-háromszor. 20-30-an is beállítottak ilyenkor. Alig fértek el az apró lakásban. A fiatalabbak a pusztaföldre letett párnákon helyezkedtek el. Vágni lehetett a füstöt, szólt a balalajka, a gitár. Közben meg politizáltak, vitatkoztak. Felpanaszolták számkivetettségük keserűségét. A külvilág közömbösségét bánkódtak a haza, Szent Oroszország anyácska elvesztén. Propala svitaja naša matuška Rusz. És az est egy meghatározott pontján aztán törvényszerűen bekövetkezett, amiért voltak éppen összejöttek. Eljött az est fénypontja. Valamelyikük sírva fakadt. Az első, még úgy, ahogy visszatartott, alig hallható hüppögés aztán ellenállhatatlanul magával ragadott mindenkit. Pillanatokon belül oda lett a több szólamú zenélés, az értelmes társalgás illúziója. Nyíltan zokogott az egész társaság. Fiatal, öreg, férfi, nő, szemérmetlenül, hangosan hörögve, fuldokolva, bőgve, végre gátlástalanul átadhatta magát a kollektív búbánat, eme felszabadító könny áradatának. A közbenső időben nyilván alázattal viselték az élet nyűgét, baját. Szemérmesen rejtegették mások elől a hazátlanság okozta lelki sebeiket. Egy-egy ilyen kollektív ünnepi zokogásban aztán kiadtak magukból minden keserűséget, és bizonyára új erőt is merítettek belőle az eljövendő hétköznapok elviseléséhez. De mi ketten, lám végre feltétel nélküli teljességében használom-e népszót, a bátyám és én, a kollektív honfibú eme programszerűen visszatérő ceremóniája láttán bizony mindannyiszor fuldokoltunk a röhögéstől. Igen, ilyen értelemben Attila bátyám volt talán az egyetlen ember a földön, akivel kapcsolatban minden fenntartás nélkül képes lettem volna kimondani a szót. Mi? Te meg én. Úgy éreztem, ő az egyetlen lény ezen a világon, aki velem azonos körülmények között kénytelen boldogulni. Ugyanaz a lehetetlen keverék. A sors keserű fintora, az egyvétartozásnak ilyetén nyílt megvallására azonban kettőnk között úgy szólván soha nem került sor. Jószerivel egész gyerekkoromat beárnyékolta az ádász harc, az örök rivalizálás, a bátyám részéről megnyilvánuló örökös ellenségeskedés. És miután 2,5 évvel idősebb volt nálam, verekedésnél mindig én húztam a rövidebbet. Kivéve, amikor egyszer komoly betegségből felépülve, kórházból frissen hazatérve még fekvő betegként, épp hogy lábadozott. Valami miatt megint összeverekedtünk, és akkor hirtelen megéreztem, hogy a betegsége alatt legyengült, erősebb vagyok nála. Rátérdeltem a mellére, és folytogatni kezdtem. Éreztem, hogy kezdi elveszíteni az eszméletét. Még erősebben szorítottam a torkát. Kis hián megöltem. Rettenetesen megijedtem. Azóta se hevertem kitán azt a sokkot. Imádtam csavarogni. Az összes villamos viszonylatra érvényes diákbérletem lévén gyakran megtettem, hogy elmentem valamelyik vonal végállomásáig, a számomra vadidegen ismeretlen környéken aztán addig mászkáltam, amíg végképp el nem veszítettem a tájékozódásomat,
És akkor azt próbáltam elhitetni magammal. Egyedül vagyok, idegenben, senkim sincs ezen az egész világon. Egy szál magamban vagyok, teljesen magamra hagyatva. Elkövetett gaztetteim miatt a félvilág rendőrsége üldöz, minden sarkon gyanús alakok ólálkodnak, rám leselkedő polgári ruhás rendőrök. Mélyen az arcomba húztam ilyenkor a sapkámat, felhajtottam a kabátom gallérját, hogy fel ne ismerhessenek az ellenségeim. És amikor csak nem beleszédültem a végtelen egyedül lét és ugyanakkor határtalan szabadság ebbe borzongtató érzetébe, fogtam magam és szépen visszavillamosoztam ismét a meghitt kis világomba. Egy ilyen céltalan, fájdalmas, gyönyörűséges, önkínzó csavargásom alkalmával történt, hogy belebotlottam egyszer egy kisebb fajta csődületbe. Kiderült, filmforgatásba csöppentem. Valamely készülő cseh film külső felvétele folyt az utcán. Ekkoriban már léteztek ugyan hangos filmek is, főként Amerikában, de ezúttal még néma film forgatásának lettem életemben először szemtanúja. Az is lehet, hogy később az anyagvágásakor aztán hozzákeverték a dialógot, illetve aláfestő zenét, ezt nem tudom. Különben is néma jelenet volt. Az biztos, hogy még kézi kurblival hajtott felvevőgépet kezelt az operatőr, a rendező meg hangosan kiabálva instruálta a színészeket. Máig is emlékszem a snitre. Egy kapuból előlép egy elegáns férfi, sohasem felejtem el a hanyagul kigombolt teveszőr felöltőjét, meg a hegyként félre csapott, akkoriban divatos, felhajtott karimájú ídn kalapot. Tétován megáll és körülnéz. Ebben a pillanatban elvonul előtte a járdán egy csodálatos bundába burkolózott, gyönyörű fiatal nőcske, pórázon gondosan nyírt uszkárt vonszolva maga után. A férfi beleszagol a nőcskét körülvevő parfümfelhőbe, majd megigazítja a kalapját, begombolja a kabátját, és utána ered a tüneményre. Ennyi volt az egész jelenet. 8-szor vagy tán 10-szer is felvették. Látszott, hogy a legkisebb részletre is szigorúan ügyeltek közben. A nőnek melyik oldalán pipegjen a kutyuska. Nem került-e be túl korán a képbe a háttérben egy statiszta. Egyszer túl későn eredt a nő nyomába a férfi, máskor meg éppenséggel túl rövidnek ítélte a szünetet a rendező. Hol az asszisztens feledkezett meg róla, hogy a színésznek félig kigombolkozva kell megjelenni a kapuban ahhoz, hogy aztán begombolhassa a kabátját. Hol meg a kapu nem csukódott a színész mögött egészen pontosan a kívánt szögben, úgyhogy az ajtó üvegében visszatükröződött a kamera. Újra előről az egészet. Máskor megkifutott a kamerában az anyag. Állj az egész, kamera befűz. Egy szóval mind meg annyi nagy figyelmet igénylő, fegyelmezett, komoly munkafázis. Ugyanakkor pedig micsoda lazaság, tréfálkozás, hátbavágás, heccelődés, hülyéskedés, és az öltözetük, nem csak a színészeké, mindenki, az utolsó asszisztensig, mindenki a legutolsó amerikai divat szerint, vastagtalpú sportcipők, lazán nyakba vetett kockás sportsálok, az akkoriban oly divatos mici sapkát, majd mindenki shielddel hátrafelé viselte, hasonlóan a mai fiatalokhoz, akik a baseball sapkájukat viselik így, hiába nincs igazán új a nap alatt. Körüllengte az egész társaságot, a fiatalság, a könnyedség, a tehetség, a jókedv és derű varázsa, kacagó, tarka tavasz. Ez volt a munkájuk, és lerít róluk, mennyire élvezik, és ráadásul milyen jól élnek belőle. Munkájuk végeztével percek alatt összeszedték cókmókjukat, bevágták magukat az ott várakozó modern sportkocsiaikba, és elviharzottak. Földbe gyökerezett lábakkal álltam ott végig, amíg csak el nem tűntek. Istenem, de jó lehet nekik, gondoltam, és mindezt munkaidőben, világos nappal, amikor az egész világ dolgozik, ennek meg csak úgy bele a vakvilágba, és semmi lelkifurdalás. Hát ez az, látszott rajtuk, hogy mindeközben egy csepp lelkifurdalás se éreznek. El voltam veszve. Ez az, le van tojva a matek, a történelem, a fizika, gondoltam. Ez leszek, semmi más, mozi, az az én világom. Nem szóltam én senkinek. Otthon se, másnak se. Az iskolában továbbra se tartoztam azok közé, akik szabalnak, meg szerepelnek. De legbelül magamban eldőlt a sorsom. Az iskolát különben is gyűlöltem. Amire tanítottak, az merőben feleslegesnek tűnt számomra.
A tananyagban értelmetlenül gépiesen bebiflázandó, száraz, érdektelen adatok halmazát láttam csupán. A bánásmód meg a tanárok és diákok közt tátongó, áthidalhatatlan szakadék, a pedagógusok nevetséges, tudálékos tévedhetetlenségre igényt tartó nagyképűsége, minket, diákokat lekezelő, mélységesen lenéző, határtalan fennhéjázásuk, mindez mélyen sértette emberi méltóságomat. Nem az fájt, hogy minket letegezhettek, lehülyézhettek, nagy nyilvánosság előtt megszégyeníthettek, míg őket a professzor úr megszólítás illette, és ha szóltunk hozzájuk, vigyázva kellett állnunk. Jól tudtam, ezek pusztán nevetséges külsőségek. De hogy mondva csinált presztízsük mindössze talmi tudáson, erőszakon, hatalmi szón alapul, és mindeközben mégis tiszteletet követelnek tőlünk, az mélységesen sértette, igenis már legkisebb gyerekkoromban is létező emberi méltóságomat. Földrajz órán történt, Oroszország volt föladva. A tanár több mint 6 évtized után mindmáig fájdalommal emlékszem a nevére. A professzor Gössinger. Rábökött a térképen az egyik félszigetre, és azt mondta, Die Halbinsel Novaya Zemlya. Jelentkeztem, és közöltem, hogy az nem Novaya Zemlya, hanem Novaya Zemlya. Ahelyett, hogy vitába szállt volna velem, vagy megkérdezte volna, mire alapítom a véleményemet, kihívott a táblához, és csak annyit mondott, jegyezd meg, fiam, hogy engem nem szokás kijavítani. Azzal az egész osztály szeme láttára megpofozott. Végképp tragikusan érintett a dolog, miután koedukációs osztályba járván egy időben két lányba is szerelmes voltam akkoriban, és úgy éreztem, ezzel Ernach Rála és Sigrid Kolben osztálytársnőmet illetően egyformán semmivé vált minden esélyem. Egy ideig komolyan fontolgattam, hogy megölöm magam. Az én apámnak egyes-egyedül azért volt előttem végtelen presztízse, mert esendőségét soha nem próbálta előttem a gyerek előtt letagadni, elrejteni, elhazudni. Ha tévedésen kapta magát, azon nyomban elismerte. Ha nem tudott valamit, soha nem próbálta mellébeszéléssel elleplezni a hiányosságát. Azért, mert egyenrangú embernek kezelt. Azért, mert tisztelte bennem a gyereket és önmagában a felnőttet. Mert tisztelte mindkettőnkben az embert. Ezt hiányoltam az iskolában, a többiekben, a felnőttekben. Hogy a magam korabeli cseh gyerekekkel napirenden voltak az állandó súrlódások, az szinte természetes. Suli után például mi Smíchovban szálltunk fel a villamosra. Két megállóval arrébb meg felszálltak a cseh srácok. Rögtön ránk szóltak, ne beszéljünk idegen nyelven. Mi meg persze csak azért is németül hangoskodtunk tovább. Erre rendszerint lögdösődés, verekedés kerekedett a dologból. A felnőttek meg többnyire úgy vetettek véget a konfliktusnak, hogy a következő megállónál leparancsolták a villamosról a gyengébbik, a kisebbségben lévő felet, leginkább minket, német iskolásokat. Megtörtént például, hogy miután leszálltam, az egyik ellenséges fiú a továbbinduló villamos rácsos ajtaján keresztül egyszerűen kidugta a lábát, és fejbe rúgott. Majdnem megölt. Ha a kerekek alá esek, végem. Így csak pár pillanatra elveszítettem az eszméletemet. Hisz ha tudnád, te hülye, gondoltam magamban, hogy még csak nem is vagyok német. Vajon akkor mekkorát rúgnál? Kényelmetlené akkor vált a helyzet, ha túlerejük tudatában a cseh srácok is leszálltak ilyenkor, hogy aztán a nyílt utcán a felnőttek pacifikáló beavatkozása nélkül vegyenek elégtételt rajtunk. Ilyenkor bizony nem maradt más hátra, mint a futás. Visszatekintve, szerettem én az embereket. Attól tartok, nem igen. Szerettem vajon a körülöttünk élő cseheket például. Aligha. Hogy is lehetne így okoskodtam szimpatizálni egy olyan néppel, amely ilyeneket képes kimondani. Strcs prst skrskrk. Akármilyen hihetetlen, viszonylag értelmes mondat, amelyben egyetlen magánhangzó sincs. Dugd át az ujjadat a torkodon. Hát a németeket? Azokat se. Fennhéjázók voltak és önzőek. Hát azt a pár oroszt és magyart, akit közelebbről ismertem. Hát magamat? Magamat aztán legkőképpen nem. Nem, senkit se szerettem. Túlzok persze, sőt, egyenesen hazudok.
hisz azért szerettem a szüleimet, a testvéremet, valamelyest bizonyára kedveltem a pajtársaimat is, és legelsősorban persze imádtam és mérhetetlenül sajnáltam önmagamat. Csak épp nem voltam tisztában ezzel. A várost szerettem, a köveket, a kapuhajakat, a lépcsőket, a kerteket, a parkokat, a boltokat, a templomokat, a mozikat, az óvárost és kisoldalt, a nagyvárosias újvárost. De igen, egy csehet mégis szerettem. Tomáš Garrigue Masarykot, az első Csehszlovák köztársaság államelnökét. Igazi úriember volt. Valamelyik vasárnap német pajtársaimmal kirándultunk a város sűrűn körülvevő erdős hegyekbe. Egy középkori várkastélyt övező gyönyörű romantikus parkban lesátoroztunk, és amint tábortűznél szalonnáztunk, énekeltünk, tréfálkoztunk, széles jókedvünkben nagyhangúan szittuk a hülye csehek ilyen-olyan anyját, az erdőből hirtelen két lovas bukkant elő. Egy ősz, kecskeszakállas, cikkeres, idősebb úr, meg egy fiatalember. A szikár öreg megszólított, majd látva, hogy a társaságunk leginkább németül tud, ékes németséggel, gyönyörű kiejtéssel, az iránt érdeklődött, hogy kerültünk ide. Mi a tervünk, meddig óhajtunk maradni. Kiderült, véletlenül az államelnök, illetve akkor már csak ex-elnök privát rezidenciájának kertjébe tévedtünk. Emlékszem, mennyire megszeppentünk, amidőn tudatára ébredtünk idétlen sértő viselkedésünknek, hisz ezek szerint minden szavunkat hallotta és meg is értette. Vártuk a rendre utasítást, ehelyett azonban barátságos hangon faggatóra fogott bennünket. Német létünkre vajon eléggé ismerjük-e a prágai német irodalom nagyjait? Emlékszem, többek között Rilke, Werfel, s az addig számomra ismeretlen Gustav Meyrink nevét említette, idézett műveikből. Az igazsághoz tartozik, hogy a közismerten tudós, nagy műveltségű úr, a legnagyobb prágai német zseni, Franz Kafka nevét sajnos nem említette. Mindazonáltal rendkívül nagy benyomást gyakorolt rám, hogy valaki ebben a korban ilyen karcsú, ilyen elegáns, ilyen fölényes, ilyen remekül üri meg a lovat. Aztán további jó szórakozást kívánt, és a két lovas, amilyen váratlan megjelent, el is tűnt a sűrűben. Egy-két óra elteltével aztán a közeli kastélyból megjelent két fehér ruhás alak, és egy targoncáról leemelt egy óriási fatálcát, amelyen legalább 100-150 csodálatosan puha, incsiklandozó lekváros és túrós bukta illatozott. Átadták az elnök úr szívélyes üdvözletét, jó étvágyat kívántak és távoztak. Emlékezetemben máig is őrzem a bukta felséges ízét, s az előkelő jelenség iránt érzett csodálatomat és tiszteletemet. Hosszú ideig Tomáš Garrigue Masaryk testesítette meg számomra az úriembert. Egy hétre rá halott volt. Rá sem merek gondolni, hogyan élte volna meg, hogy pár évre rá német katona csizmák csattogásától visszhangzik majd a Menzeltér, hogy a királyvárban Hitler pöffeszkedik majd. Nagy megelégedéssel tölt el, hogy ezt már nem kellett megérnie. Merőben más indítékból, de hasonló megkönnyebbüléssel fogadtam, hogy addigra már mi sem voltunk prágai lakosok többé. Akkor már Budapesten éltünk. Egyetlen prágai ismerősömnek se tudtam volna a szemébe nézni. Tán még annak se, aki fejbe rúgott. Elsüllyedtem volna a szégyentől. A sors keserű fintora, hogy évtizedekkel később, 1968-tól 89-ig, megint eljött egy korszak az életemben, amikor azért nem tettem a lábamat Csehföldre, mert mélységesen szégyeltem volna a H betűt a kocsimon. Úgy él azóta Prága az emlékezetemben, mint az elveszett Éden kertje, a bűnbeesés és kiüzetés helyszíne. Tizenhárom éves voltam, amikor egy téli éjszakán vonatunk átlépte a csehszlovák-magyar határt. Az első meglepetés akkor ért, amikor apánk a határállomáson felszállt hozzánk, jóval előttünk, ugyanis már hetekkel ezelőtt átköltözött Budapestre, hogy lakásról gondoskodjék számunkra az ismeretlen városban.
és döbbenettel regisztráltuk, hogy kemény kalapot visel, cilindert. Én addig ilyen fejfedőt legfeljebb, ha moziban láttam, ott is csak század elejé kosztümös filmben, vagy Chaplin fején. De hogy valaki a való életben is képes legyen ilyesmit a fejébe nyomni, az olyan hatással volt rám, mintha az apám időközben hosszú lengő szakált növesztett volna, vagy akárha női ruhában jelent volna meg. Anyánk is azon nyomban zajos nem tetszésének adott kifejezést. Mi fiúk meg egyszerűen harsány röhögésben törtünk ki. Kijelentettük, messze menően méltányoljuk ugyan, hogy szórakoztatásunkra ilyen groteszk tréfát ezelt ki, de a továbbiakban szívesen lemondunk a folytatásról. Alig akartuk elhinni, hogy Budapesten bizony ez az úri divat. A város általános elhanyagoltsága, az utcán szerte szétheverő szemét, a málló vakolatú leromlott épületek, a járművek, villamosok, taxik, a vitt látványa, mindez éles ellentétben állt a prágai városkép, számomra oly magától értetődően divatos, nyugati jellegű modernségével. Soha életemben nem láttam addig annyi nyomorult, lezüllött, pokolbéli koldust, mint itt a Pesti utcán. Meg aztán, hogy is elégedhet meg, dohogtam magamban, egy komoly világváros, ilyen ózsdi, múlt századbeli batárra emlékeztető, lassúdad, nevetségesen csilingelő, sárga színű villamossal. Az ütközőkön meg utca gyerekek kapaszkodnak, de néha kétes eredetű felnőttek is. Prágában bezzeg élénk piros színű villamosok jártak, elektromos árammal működő búgó hanggal dudáltak, és teljes iggel elképzelhetetlen lett volna, hogy valaki, akár csak egy utcagyerek is, világos nappal csak úgy az ütközőre felkapaszkodva közlekedjék. Menten leállt volna az egész forgalom, rendőri riadóautók, mentők, tűzoltók lepték volna el az egész környéket. A Prágában megszokott Tatra és Skoda gyártmányú, akkoriban modernnek és divatosnak tűnő autócsonák után külön nevetség és mély megretés tárgyát képezték számomra. A fővárosi szürke és kék taxi ódivatú, elől nyitott, csak egy ponyvával letakart vezetői üléssel rendelkező úcska batárjai. Mi az a sofőr, tán nem ember? Micsoda középkori mentalitás? Háborodtam fel ilyen. Áttelepülésünk mindent összevéve végül is olyan iszonyatos csalódásként zuhant rám, mint a sorsom a modern Európából egyenesen a sötét középkori Balkán valamelyik Isten háta mögötti városába vetett volna. Legmegdöbbentőbb élményemként talán az maradt bennem, amikor apámat elkísérhettem egyszer a parlamentbe. Interjút ígért neki az egyik magasrangú kormánypárti korifeus, és szem és fültanúja lehettem annak, amint két felnőtt ember, aki úgy tűnt, csak futólag ismeri egymást, és aki között nyilvánvalóan nagy rangkülönbség tátong, az egyik ex-miniszter, pillanatnyilag az egyik fontos parlamenti bizottság elnöke, nagyhatalmú úr, a másik meg közönséges Scribbler, nem túl nagy példányszámú napilap szerkesztője, de hát magától értetődően a rangjának megfelelően szólítja egymást. Ugyanakkor pedig legnagyobb megdöbbenésemre tekeződnek. Akkor ez hogy van most? Értetlenkedtem magamban. Vagy misikém, hogy gondol a lesz meg amaszt, vagy miniszter úr, vagy elnök úr, mi a maga véleménye ebben vagy amabban az ügyben? De az aztán végképp megengedhetetlen, nevetséges és idejét múlt középkori feudális maradványnak tűnt, amint apám szájából azt hallottam. Kegyelmes uram, megkérdezhetlek, hogyan méltóztatsz megítélni a visszacsatolt felvidék beilleszkedési nehézségeinek a kérdését. Úristen, hová is kerültem? Ez volt az egyetlen gondolatom. És csak nosztalgiával emlékeztem arra bizonyos vasárnap délutánra, amikor Masaryknak feltettem a kérdést. Elnök úr, maga mikor tanult meg ilyen klasszul lovagolni? Ő meg a világ legtermészetesebb hangján azt válaszolta, gyerekkoromban, körülbelül a maga korában. Akkoriban még nem voltak autók, és a hirtelen menekülni kellett valahonnan. Bizony csak lovon tehette meg az ember. Egy ilyet fiatalember arca jelent meg egy kis kémlelő lyukban. Bemutatkoztam, némi súlyt kívánva adni a nevemnek hozzáfűztem, a Madács Színház forradalmi bizottságának a tagjával áll szemben, és közöltem, halaszthatatlanul fontos ügyben a börtönparancsnokkal kívánnék szót érteni.
A fiatalember szó nélkül rám csapta a kis nézőke ajtaját, és nyomtalanul eltűnt. Kisvártatva azonban nyílt az ajtó, és legnagyobb meglepetésemre csak ugyan ott állt előttem a gyűjtőfogház börtönparancsnoka, bizonyos Bakondi alezredes. Bemutatkoztam, s előadtam jövetelem célját. Itt áll mellettem a egy politikai ügy elsőrendű elítéltje, akit tegnap előtt engedtek el a Váci börtönből. Ugyanennek az ügynek másodrendű váblottja, történetesen a testvérbátyám, még továbbra is itt ül önöknél. Azért jöttem hát, hogy arra kérjem, szíveskedjék őt is haladéktalanul szabadlábra helyezni. Bakondi alezredestről lerít, hogy már napok óta alig alhatott, hogy elege van az egészből. A legszívesebben tán úgy, ahogy van, ő is sorsára hagyná az egész intézetet, csak épp nem viszi rá a lelke. Nem is rejtette véka alá, a legszívesebben mindenkit hazaengedne, mondta, de hát valami rendnek azért muszáj lennie. Ha hozok neki a felettes hatóságától olyan értelmű írásbeli utasítást, hogy engedje el a Rákosi rezsimben elkövetett politikai bűncselekményekért elítélteket, semmi akadálya nem lesz annak, hogy a testvérem is szabadlábra kerüljön. Kérdésemre vajon mi is az a bizonyos felettes hatósága megnevezte a legfelsőbb ügyészséget, megmondta a pontos címet, s azt is hozzáfűzte még, hogy ne sokat vacakoljak, lehetőleg szedjem ám a lábam, mert itt bizony percről percre élesedik a helyzet, bármelyik pillanatban kirobbanhat a nyílt lázadás, s neki akkor nem igen marad más hátra, mint hogy lövessen. Sok szerencsét fűzte még hozzá rekedten az álmosságtól, fáradtságtól, vagy nyikorogva, recsegve bezárult mögötte ismét a nehéz masajtó. Mint az ország valamennyi fontosabb közintézményénél, magától értetődően a legfelsőbb ügyészségen is működött már forradalmi bizottság, illetve nem is bizottság, hanem pontosabban forradalmi bizottmány. Erre a különbségre enyhén rosszalló hangsúllyal nyomatékosan felhívta a figyelmemet a legfelsőbb ügyészség forradalmi bizottmányának a tagja, bizonyos dr. Kovács ügyész, aki amint hírét vette, hogy a gyűjtőfogházból még nem szabadultak ki a politikai foglyok, felháborodásában alig jutott szóhoz. Minden esetre átölelt, eközben többször is drága magyar testvérének szólított, s azon nyomban hathatós intézkedéseket ígért. Úgy ítéltem meg hát, hogy a bizottság, bizottmány ügyében elkövetett hibám mégse lehetett olyan súlyú, hogy eleve eljátszotta volna a forradalmi ügyész jó indulatát, s nagyjából talán sínen vagyok. Csak ugyan Kovács doktor kisvártatva megjelent egy frissen gépelt nyílt parancssal, amelynek értelmében megparancsolja nekem a Madách Színház forradalmi bizottmánya tagjának, hogy haladéktalanul keressen fel a gyűjtőfogház parancsnokságát, alakítsak ott egy öttagú bizottságot, tagjai legyenek egy, a gyűjtőfogház parancsnoka, Bakondi alezredes, kettő, szentnevezett Darvas Iván a Madách Színházi forradalmi bizottmányi tag, három, egy mellé maradt páncélos százados, elfelejtettem a nevét, valamint négy és öt, egy-egy ugyancsak a helyszínen lézengő fiatal joghallgató egyetemista, mely bizottság feladatául tűzi, hogy a Rákosi rezsim ideje alatt elkövetett politikai bűncselekmények elköveteit haladéktalanul helyezze szabadlábra. Pont, aláírás, dr. Kovács István, a legfelsőbb ügyészség forradalmi bizottmányának tagja, dátum pecsét. Hurrá, éljen a bizottmány, lelkendeztem magamban. Hadd valljam be, mindmáig nem jártam még utána Kovács ügyész szemében, tulajdonképpen mi jelentősége lehetett a két elnevezés közötti különbségnek. Homályosan érzem csak, hogy vonzalma a fogalom ünnepibb, archaikusabb bizottmány formája iránt valamiképp összefügghetett talán azzal a mély meghatottságot eláruló, enyhén röcögtetett hangsúllyal is, amelyel például drága magyar testvérének szólított. A páncélus százados katonai jeepjén csak hamar visszaérkeztek a börtönhöz. A parancsnok szívéről a nyílt parancs láttán láthatóan mázsás kő esett le, s attól kezdve csak ugyan ment minden, mint a karikacsapás. Talán mindössze pillanatokig tartó zavart okozott, amikor Bakondi alezredes kiadta a tanácstalanul téblábaló fegyőröknek a parancsot, hát akkor kezdjük a bal csillagban, végigmegyünk az egyen, kettőn, hármon, majd ugyanúgy a jobb csillagban, utána meg kisfokház. Közbeszóltam, egy pillanat, még ne. Visszaemlékeztem iskolás gyerekkoromra, feleltetéskor, mekkora stresszben ültek ott hosszú negyed órákon keresztül a padban, Weigert, Ritter, Zacharias nevű osztálytársaim,
míg én a nevem D kezdő betűjének köszönhetően Abeles, Altman, Bauer és Brodny után rögtön az elsők között estem át a kínos procedúrán. Nem lévén, legalábbis akkor még semmiféle helyismeretem, elfogott a jokos kétely, ha helyiségenként vesszük ki csorral rabokat, ki tudja, mikor kerül sor az én testvéremre. Nem járok-e sokkal jobban, ha inkább ráhagyatkozunk a jól bevált ABC sorrendre. Javaslatomat csak ugyan ellenvetés nélkül el is fogadták, előkerítettek egy nagy asztalt, mi öten, a szabadító bizottság tagjai, leültünk mögéje, a fegyőrök meg az ABC szerint sorban hozták elénk a rabokat. Bizony adottak nehéz pillanatok is. Mindjárt az elsők között például egy Árbóc nevű elítéltet vezettek elénk. Betegesen sápadt, beesett arcú, sovány, megtört embernek látszott. Háborús bűncselekményért ítélték életfogytiglanra. Csendőr volt, ha jól emlékszem. Több mint 10 éve ült már. De a mi jogosítványunk csak a Rákosi rezsimben elkövetett politikai bűncselekményekre vonatkozott. Háborús bűncselekmények elkövetőire nem terjed ki a kompetenciánk. Akármilyen nehéz szívvel is, de visszaküldtük az árkájába. Persze már másnap az általunk szabadlábra helyezettek közül néhányan felfegyverkezve visszatértek, és kivétel nélkül mindenkit kiszabadítottak. Állítólag néhány pofon is elcsattant e közben. Később ezt is az én nyakamba akarták varni, emiatt is voltak nehéz pillanataim. Késő délutánba fordult már a nap, amikor talán 100-120-nak előkerült végre a bátyám. Ahogy a többieknél, nála is átestünk a szokásos formalitásokon, kiállítottuk a szabaduló levelet, sorban kezet ráztunk vele. Én meg a hosszú várakozástól és a hirtelen rám törő meghatottságtól némileg már megviselve, engedélyt kértem a többiektől, hogy immár búcsút vehessek tőlük. Hisz látható, a dolog én nélkülem is kiválóan működik. Én meg kerekegyeztem, de nem láttam a testvéremet, így hát türelmetlenül kivártam, amíg a bátyám rabruhából átöltözik végre civilbe, zajós és kedélyes búcsút vesz mindenféle haverjaitól, majd a portán taxit rendeltem, és úgy hittem akkor, legott pontot tettem ennek a fájdalmas, szövevényes kalandnak a végére. Soha semminek nincs vége. Valamilyen formában minden folytatódik. Ilyen-olyan helyi kilengésektől eltekintve, november legelső napjaiban konszolidálódni látszott az új rend. A Szovjetunió talán belátta, hogy nyers erővel semmit sem érhet el. Az 1953-as berlini lázongásra brutális erőszakkal válaszoló gyakorlatával szöges ellentétben úgy tűnt, ezúttal a bölcs rezignációt választja, a népek önrendelkezésének demokratikus elve szerint óhajt eljárni. De november 4-ének hajnalán ágyúszóra ébredt a főváros. Egyik pillanatról a másikra szerte foszlott minden remény. Kiderült, visszavonulásról, megegyezésről, demokratikus megoldásról szó sincs. Moszkvában semmi sem változott. Győztek a héják, és most tankokkal tapossák el a forradalmat. Néhány napos elkeseredett harc után világossá vált, mindennek vége. Aki tehette, menekült, mentette az életét, a személyi szabadságát. A törvényes kormány az utolsó pillanatban menedékjogot kért és kapott a jugoszláv követségen. A forradalmárok 10 000-ei, 100 000-ei meg hanyathomlók menekültek az egyelőre még őrizetlen, nyitott határokon át, nyugatra. Magától értetődőnek vettük hát, hogy a bátyám is útnak indul. 10 éves ítéletéből mindössze 1 évet töltött le. Őrültség lett volna abban bízni, hogy az újonnan nyakunkba ültetett helytartók, Kádár János és hívei talán más szemmel bírálnák el az a-féle kémkedési ügyet, és esetleg enyhébb ítélet születhetne egy újabb perben. Amikor a bátyám beült a kocsiba, amely Győr Szent Gotthárd úti céllal szándékozott elhagyni a fővárost, és amelyben még bőven lett volna hely számomra is, és részemről mégse tapasztalt elegendő elszántságot az utazáshoz, szó szerint ilyesmivel riogatott. Te mindig hülye voltál, de most aztán végleg nem értelek. Mit tottolyázol? Ugyanabba az árkába fogsz kerülni, amelyből engem kihoztál. Jóslata csak nem szó szerint valóra vált. Sittes karrierem vége felé, rabkönyvtáros mi voltomban, csak ugyan gyakran és nagy örömmel fordultam meg az úgynevezett mérnök szállón. Abban a tágasabb zárkában, ahol a műszaki képzettségű rabokat dolgoztatták, ahol annak idején a bátyám is töltötte napjait.
sok jóra való, intelligens, nagyszerű emberrel ismerkedtem ott össze. Emlékszem például egy C.K. nevű mérnökre, aki azzal lepett meg, hogy bevallotta, annak idején, október végén én szabadítottam ki. Na fogom meg, mi a fenét keresel itt? Kérdeztem. Csak ugyanazt, amit te, adta meg a logikus választ. Valamiért mégis maradtam. Magam se tudnám pontosan meghatározni. Mi gátolt meg abban, hogy rövid úton keresztet vessek mindenre, és új életet kezdjek idegenben. Talán már a kérdés ilyetén való felvetése is némileg árulkodó. Új élet, meg idegenben. Vajon nem azt sejtetik-e ezek a fogalmak, hogy bizonyos értelemben ragaszkodtam már életem addig is elért, akármilyen szerény eredményeihez? Hogy talán megelégedtem volna azzal is, ha új élet helyett szerényen csak folytathatom valahogy az addigit? Hogy kialakult körülményeimet, szűkebb környezetemet bizonyos fokig már egyfajta akkor meleg otthonnak éreztem? Mindaz pedig, ami kívül esett ezen a bármennyire is provinciális körön, az már az idegenség ridegségével hatott rám. Ma már persze, hogy vén lettem, mint az országút. Meg lett családapa, akinek két gyönyörű, a felnőtt kor küszöbén álló gyereke van. Tréfásan úgy szoktam magamban megválaszolni ezt a fogas kérdést, vajon miért is maradtam akkor Magyarországon, hogy nyilván a két meg nem született gyerekem volt az, aki a túlvilágról, a még meg nem születettek bolygójáról üzent nekem akkor valahogy. Ők voltak azok, akik a maguk titokzatos módján, tudatalatti rétegeken keresztül, de már akkor is a maguk szokott kissé érdes motorában így szóltak rám, amikor fontolgatni kezdtem magamban a disszidálás lehetőségét. Hé, megállj, egy tapottat se mozdulsz. Még csak az kéne, hisz ha elmégy, soha nem ismerkedsz meg a mamával, és mi nem születhetünk meg. Maradsz a feneketen, ahol vagy. Punktum. Az igazán sorsdöntő elhatározásokat utólag persze könnyű, racionális eszközökkel elemezni, boncolgatni. De az adott pillanatban valójában egészen más szinten dőlnek el a dolgok. Nem az értelem vezérli olyankor a cselekedeteinket. Minden esetre tény, hogy maradtam, és tény, hogy végül is ez bizonyult életem talán legszerencsésebb döntésének. A szerencsés döntésem folytán rám háruló áldás eleinte azonban csak igen szerényen csordogált. Kétségtelenül nagy kő esett le a szívemről, amikor a Szabad Európa Rádió rendszeresen jelentkező üzenetközvetítő szolgálatából aki hallja, adja át. Arról értesülhettem végre, hogy a bátyám is, később a is, szerencsésen megérkezett Szabadföldre. Nem sokkal később már telefonon személyesen is jelentkezett a bátyám Svájcból. A kerek egy éve tartó szörnyű frász, amelyben addig éltem, úgy tűnt hát végleg a múlt élet. Idehaza viszont nemigen látszott enyhülni a helyzet, sőt, nap mint nap, mint szigorúbb hangnemben került szóba az ominózus dátum, az a bizonyos október 23. Amit tegnap még hősies forradalomnak nevezett a hivatalos szócső, a Népszabadság, az másnap már csak gyanús elemek kétes tisztaságú hőbörgéseként szerepelt. A rákövetkező napon meg ugyanazt az eseményt, ugyanabban a rovatban, ugyanaz az újságíró már nyílt ellenforradalomnak titulálta. És napról napra célra törőbben, brutálisabban lépett akcióba a megtorlás gépezete. A letartóztatások száma napról napra növekedett, már-már matematikai precizitással vált kiszámíthatóvá, kire mikor kerül majd sor. Amikor annak a habkönnyű kis zenés filmvígjátéknak a gyártásvezetője, amilyet épp forgattam, diszkréten közölte velem, az imént érdeklődött nála egy bizonyos helyről egy bizonyos elvtárs, vajon mikorra várható a film utolsó forgatási napja, napnál is világosabbá vált számomra. Nincs már sok hátra. És mégis mit mondtál? Hát az igazad. Terv szerint szombaton befejezzük a forgatást, aztán már csak az utómunkálatok vannak hátra. Ezt mondtam. Miért? Valami baj csináltam tán. Ez igen, csettintettem magamban elismerően. Ez aztán a szervezés. Még arra is ügyelnek, nehogy kárba vesszen a népgazdaság odáig már a filmbe befektetett tőkéje. Ha netán előbb visznek el, mielőtt még leforgatták volna velem a szerepet, nyilván kénytelen lennének valaki mással újra forgatni az egész filmet. Kész csőd. Viszont ha már így állunk, gondoltam magamban, igazán mondhatott volna a gyártásvezető barátom egy-két héttel későbbi dátumot is. De hát, veszett fejszegyele.
Most már essünk túl rajta minél előbb. Másnap két gyalászkorú cikk is megjelent. Egyik a Népszabadságban, ez csak röviden megemlékezett az úgymond hírhet gyűjtőfokházi rabszabadításról, amelybe legújabb adataik szerint Darvas Iván, az ismert fővárosi színművész is belekeveredett annak idején. A másik cikk, a Magyar Ifjúság glosszája már kimerítőbben, hosszasabban, gyűlölettől izzó hangon taglalta bűnös tevékenységemet, miközben nem győzött felháborodásának hangot adni a felett, hogy bűnöldöző szerveink hogyan is tűrhetik, hogy hozzám hasonló galád ellenforradalmárok a mai napig is szabadlábon garázdálkodjanak, sőt, színpadon, estéről estére továbbra is gátlástalanul métejezzék ifjúságunk szépre jóra áhítazó lelkét. Az ominózus szombati napon, május vége felé jártunk már, csak ugyan elhangzott a Gerolstein kaland utolsó csapója, a gyártás pezsgőt bontott, kocintottunk, aztán szétszélettek a színészek. Pontva éjfélkor békésen olvasgattam már az ágyban, fékek nyikorgása, ajtócsapkodás hallatszott. Kinéztem az ablakon. A rövid, szűk kis belvárosi utca mindkét végét egy-egy keresztbe álló nagy fekete kocsi torlaszolta el, a harmadik meg ott állt meg a kapunk előtt. Tisztára, mint a krimikben. Enyhén eltúlzottnak, már-már nevetőbbnek tűnt, amikor csengetésükre ajtót nyitottam. Ugyanakkor elfogott egyfajta groteszk büszkeség is. Lám, a bátyám ért annak idején csak egyetlen kocsival jöttek. És ilyet házmesterünk kíséretében ott állt 10-12 civilbe öltözött szigorú úr, vezetőjük pedig roppant korrektül felmutatta rendőrségi igazolványát és az ügyészség házkutatást, valamint az előzetes letartóztatásomat elrendelő parancsát. Már a fürdőszobába se hagytak egyedül bemenni, egy másodpercre se vette le rólam a tekintetét az erre kijölölt kíber. Tőlem telhetően fürgén felöltöztem, hát röviden elbúcsúztam a feleségemtől, és négy kísérőm között beültem a házunk előtt várakozó kocsiba. A többiek ott maradtak feltehetően házkutatni. Egy darabig szótlanul gurultunk, aztán az egyik oldalomon ülő fiatalember hozzám fordult. Mit gondolt, Darvas, meddig tűrjük eztet, mi? Hallgattam. Na, azt hitte, tán örökké űzheti majd a kisded játékait, ha? Csend. Persze, azt hitte, velünk mindent lehet, mi? Csend. Mi a fenét mondhatnék ekkora hülyeségre? Most kussol, mi? Nem mer megszólalni, mi? Na halljuk, mit hitt? Meddig tűrjünk minkeztet? Egészen közel hajolt ezzel, majdhogy az arcomnak nem ütközött. Megcsapott a pálinka szaga. Még ez is, gondoltam magamban, aztán békítőleg mégis hozzáfűztem magamban. Hát Istenem, az vesse rá az első követ, és a többi. Na, meddig? Mostanáig. Próbáltam berekeszteni valahogy az egyhangú témát. Maradj már, ne izé, szólt rá a társa. Végre elhallgatott. Én meg közben állandóan azon jártottam az eszemet. Hogy nem bilincseltek meg? Mi van akkor, ha mondjuk kétségbeesésebben nekik támadok, aztán kiugrom a mozgókocsiból? Mindenkit megbilincselnek. A bátyámtól tudom, hogy ez az első. A jobb csillag. Három volt a két különálló, csak egyik végével csillagszerűen egymáshoz illeszkedő, egyenként négy emeletes, emeletenként 50 zárkát számláló szárnyával. Tulajdonképpen csak annyiban különbözött a bal csillagtól, hogy ez volt a primitívebb, a kezdetlegesebb, a komfort nélküli. Zárkák fala természetesen virított a szokott poloskáktól származó meghitt vérnyomoktól. Angol vécének nyoma sem volt. Kübli szolgált erre a célra, amely aztán egész nap ott büdösített az orrunk alá. Nagy hátránya, hogy egyrészt nem lehet ráülni, mert éles pereme belevágna az ember combjába, úgyhogy szabadon guggolva kell egyensúlyozni,
Másrészt meg használat után nincs rá lehetőség, hogy az ember öblítéssel eltüntesse a művelet végtermékét, úgyhogy egész napját átható bűzben tölti a rab. Az is igaz, akármilyen megalázó is ez, néhány nap után megszokja. Végül már evés közben sem zavarja a szarszag. Észre se veszi. Szörnyű. Naponta kétszer ürítették ki. Reggel az úgynevezett nyitás után, valamint este záráskor. A házi munkások, illetve tulajdonképpen csak segédházi munkások, mert a házi munkás már egy felsőbb kaszthoz tartozik, ő az, aki beadja a kaját. Ilyenkor kivitték a kübrit, kiürítették, beszórták valamilyen gusztustalan fertőtlenítő porral, majd üresen visszahozták. Irigykedve figyeltük zajos, jókedvű, fontoskodó sürgölődésüket. Mekkora távolságokat járhatnak be. Az egész emelet az ő birodalmuk. 50 zárkába tekinthetnek be. Naponta kétszer is. Zárkánként átlagosan 4-5 elítéltel számolva, összesen tehát akár 200-nál is több emberrel kontaktusba kerülhetni nap mint nap. Micsoda izgalmas életforma, micsoda dobzódása az élményeknek. Igaz ugyan, hogy eközben minden mozdulatokat szigorúan felügyeli a minduntalon nyomukban lévő smacszer, de hát a fegyőr is csak ember, ő is elunja olykor a szolgálatot, esetleg elmélázik, vagy ne adj Isten, valamelyik renitenskedő rab tudatosan magára vonja a figyelmét, hogy ez alatt meg a másik stikában üzenetet válthasson a házival, cigarettát csempészen, vagy pláne levelet küldhessen valamelyik szomszéd zárkába. Mind meg annyi idegtépő, izgalmas, kalandos pillanat. Mert a börtönlét legnehezebben elviselhető vonása bizony éppen ez, az eseménytelenség, hogy nem történik abszolút semmi, hogy üresen vánszorulnak a másodpercek, a percek, az órák, a napok, a hetek. Ettől múlik az idő olyan iszonyúan nehezen. De az ember egyszer nagy nehezen mégis túljutott egy-egy ilyen elviselhetetlenül hosszúnak tűnő, reménytelenül üres szakaszon, döbbenten tapasztalja, hogy az imént még örökké valóságnak tűnő idő visszatekintve meglepetésszerűen, pont fordítva, egyetlen szebb pillantássá zsugorodik az emlékezésébe. Nini, morfondírozik magában a rab, hisz mintha csak tegnap előtt lett volna, hogy beszélőn voltam, és lám, már is újra találkozhatom a hozzátartozómmal. Holott nagyon is jól tudja, hogy két beszélő között bizony két teljes hónap pergett le a rászabott rabidőből. Elviselhetetlenül lassan bánszorgonak a percek, az órák, ugyanakkor visszamenőleg úgy tűnik elképesztő gyorsasággal repültek el a hónapok, az évek. Ugrásszerűen eseménytől eseményig rögződnek csak az emlékek. A reggeli, az ebéd, a séta, a két hetente várva várt fürdés, a két havonta esedékes beszélő, mind meg annyi jelentős, nagy változásokat hozó történés. Aztán ott vannak még a különleges jelentőséggel kecsegtető ünnepi dátumok is. A titokban remélt amnestia lehetséges időpontjai. Március 15, április 4, augusztus 20, november 7. De még ha egyikük se váltotta be a hozzá fűzött reményeket, akkor még mindig ott a karácsony, csomag és különbeszélő. Aztán jövőre kezdődik az egész előről. Csak ami mind e között terpeszkedik el, csak az ne lenne. Az az iszonyú űr, az a végtelenül nyomasztó semmi. Az pedig jól lehet valóságos pillanatában, csak ugyan elviselhetetlen súllyal nehezedik az emberre. Mielőtt jelenből múltá szelidül, csodák csodája, menten nyomtalanul ki is hullik az emlékezés rostáján, mintha soha nem is nyomorgatta volna a rab lelkét. Tudat alatt tán így védekezik az ember a téboly ellen. Mert nem az ellenséges légkör, nem a gyűlölet, nem a nap mint nap ismétlődő megaláztatás, az emberi méltóság sárba tiprása az, ami őrületbe kergetheti a rabot, hanem éppenséggel ez a puha, semleges, unalmas, szürke semmi, ez az űr, maga a nihil, a közömbös világ mindensége, de irtóztató lenyomata. Az, hogy teljesen mindegy, ki mit csinál, mivel tölti az idejét, mire gondol, mit hisz, semmi nem számít. Elég az, hogy be van ide zárva, a többi se nem osz, se nem szoroz. A többi smafú. Igen, az ember smafú.
Nehéz, nagyon nehéz ezt elviselni. Ilyen körülmények között csak áldani tudtam annak a Schmassernak az ötletét, aki nyilvánvalóan sanda szándékkal egy szép napon kinevezett segédházi munkásnak. Hadlám, gondolhatta magában, hogyan fest majd ennek a nagyképű értelmiségének, ennek a beképzelt moziszínésznek a kezében a szaros küpli. Nem is sejthette, micsoda jó téteményben részesített. Végre kikerülni az árka négy fala közül, emberi arcokat látni, kommunikálni, jelbeszéddel, szemvillanásokkal, virágnyelven, akárhogy is, de végre szóba elegyedni másokkal, ha úgy tetszik, társadalmi életet élni. Ez mindennél többet ért. Emlékszem, erre az időre esett, hogy a szomszéd zárkában az egyik kisrác meglehetősen elkámpicsorodott, mert a feljebbviteli tárgyalását reményeivel ellentétben bevarták még egy további fél évre. Történetesen ugyanezen az emeleten teljesített házi munkási szolgálatot a november 4-e után, tehát a forradalom leverése után is hivatalban maradt és illegálisan tovább működő úgynevezett dunántúli kormány egyik minisztere. A fent nevezett kisrác meg végül is így vigasztalta magát. Most mit vagyok úgy oda? Amikor lesz még egyszer olyan dolgom, hogy egy miniszter hozza be nekem a kaját, és egy filmsztár viszi ki alulom a szart? De másokra is nagy hatással lehettem. Évtizedekkel később, amikor már az első szabadon választott parlament padsorhogyban ültem, frakciótársam Mécs Imre azzal lepett meg, hogy azt mondta, szervusz kérlek, tudod, honnan ismerjük egymást? A jobb csillagból senki olyan elegánsan nem tudta kihordani a szart, mint te. De máskülönben is csak hálával tartozom, amiért valaki ilyen tőrén, fenntartás nélkül kinyilvánítja az irántam érzett ellenszentét. Hisz nyilván addig is voltak, akik gyűlöltek, utáltak, csak itt nem mutatták, nem tudtak róla, vagy legalábbis nem vettem róla tudomást. A börtön arra jó, hogy az ilyesmit félreérthetetlenül és nyomatékosan az orra alá dörgöljék az embernek. Csak ajánlani tudom mindenkinek. Ezt is el kell tudni viselni. Ez is hozzátartozik az élethez, ez is csak erősíti az embert. Halottokat senki se gyűlöl, csak élőket. Az a tény, hogy munkát végeztem, akármilyet, egyéb előnyökkel is járt. Teszem azt, jogosultságot nyertem, hogy a virtuálisan megkeresett pénzemből havonta egyszer a rabok ugyancsak virtuális kantinjából tetszés szerint bespájzoljak az ott kapható javakból. Még az a választék nem túl gazdag, zsírt, szalonnát, cukrot, bohány, cigarettapapírt, cigarettát, gyufát lehet vásárolni. Cigarettát sodorni még 45-ben a Vörös Hadsereggel való találkozásomkor tanultam meg. Máig is a számban érzem még az ízét a méregerős mahorkának, finom kobzobojszke pravdába sodorva. Így hát spórolásból egész pénzemet, havi 30 forintomat, dohányra és cigarettapapírra költöttem. Mai szemmel nézve ez az összeg nyilván nevetségesnek tűnik. Ott és akkor azonban egy csapásra megoldotta az addig nyomasztó cigaretta ínségemet. Maga az összeg egyébként azért volt még relatíve is olyan alacsony, mert a dolgozó rab béréből mindenek előtt levonják a rabtartás összegét. Valamennyit visszatartanak a szabadulásig, és csak az ezen felül megmaradó elenyésző hányadot használhatja fel a rab spájzolás céljára. Hordtam hátra tübliket, egyiket a másik után. Soha nem hittem volna, micsoda gazdag spektruma létezik a különböző szarszagoknak. Elképesztő, hogy az ember saját szarszagától végképp eltompultnak hit szaglása, egy idő után milyen finom, nüansznyi eltéréseket bír felfedezni egy-egy kübli tartalmának különböző szagkreációi között. És a szívem lassan észrevétlenül megtelt egyfajta együgyű bamba boldogsággal. Hazaérkeztél, mondtam magamnak. Ez hát a hazád, ez a te világod. Végre a helyeden vagy, épp ebben a szennyes, béres, pitjáner kis évszázadban, ezen a meghitt kis személydombon. Nem másutt, csak itt van feladatod. Mindezt elviselni. És talán egy hajszállal elviselhetőbbé tenni mások, rabtársait, kortársait számára is. Oldani, szétbogozni a kínt,
vagy ha más nem is, hát legalább rámutatni a fájdalmas csomóra, felhívni rá figyelmet. Látjátok, ez itt bok. Ha rátapostok, belerúgtok, rángatjátok. Fáj. Vigyázzatok át. Ennyi a dolgot. Nem több és nem is kevesebb. És ha nincs is látható haszna a tevékenységednek, akkor is önmagadat becsülöd meg, ha legalább úgy teszel, mintha volna valami értelme a létezésednek. Idővel aztán arra is rájöttem, hogy az életben nem kell minden áron bölcsességeket faragni. Okvetlenül szavakkal megfogalmazható értelmet, tanulságot keresni mindenben. Tulajdonképpen elég, ha az ember némán végzi a dolgát. Szart kiüríteni, püblit kiöblíteni, fertőtlenítővel bepermetezni, tisztán visszaadni. A börtön tulajdonképpen se nem rosszabb, se nem jobb az őt körülvevő, normális, egyelőre még szabadlábon lézengő világnál. Nem is véletlenül terjedt el a szólásmondás, csak háromféle ember van. Olyan, aki már ült, aki most ül, és aki majd ülni fog. Bizonyos értelemben pontosan leképezi a kinti világ struktúráit. A börtön létnek is megvannak a maga fokozatai. A legalsó réteg, az emzések, magánzárkásuk. Ezek nem csinálnak semmit, csak ülnek, töltik a büntetésüket. Vannak aztán a középosztálybeliek, a dolgozók. Különféle munkahelyeket tart fel a börtönben. Játéküzem, asztalos művei, kőműves brigád és a többi. És legfelül az arisztokraták, az úgynevezett siki princek, a különleges munkahelyek, mérnökiroda, konyha, könyvtár, stb. Bármelyik intézet, bármelyik részlegébe kerüljön is a rab, nyilvánvaló, hogy kezdetben a helyi társadalom legalacsonyabb régiójába kerül, és csak lassan, fokozatosan emelkedhet ki a párja sorsból. Idővel így kerültem végül az egyik legirigyeltebb pozícióba. Könyvtáros lettem a jobb csillagban. Csak ugyan rendes könyvtár volt. Nem valami gazdag, semmilyen téren nem tarthatott igényt valamiféle teljességre, de az önmel értéktelen szovjet belletrisztika mellett azért akadt néhány komoly könyv is a polcokon. Az én feladatom volt, hogy ezt a rendetlen könyvhalmazt egyfajta rendszerbe szedjem, majd bizonyos időközökben körbejárja mind a négy emelet zárkáit, és szétosszam, illetve begyűjtsem a könyveket. Maga a paradicsom. Leszámítva azt a napi egy-két órát, amikor könyvtáros rabtársammal, K.L.-lel, természetesen egy fegyőr kíséretében körbejártuk a trepniket, az emeleti körfolyosókat, és egy nagy trógli segítségével másfélszer egy méteres óriási fatálca, arról osztják a házi munkások a napi kenyéradagot, stb. Kvázi mozgó könyvtárként cseréltük a könyveket. Nos, ezen kívül tulajdonképpen mást se csináltam, gyakorlatilag éjjel-nappal csak olvastam. Lényegében ekkor pótoltam mindazt, amit addigi életemben, lustaságomban, felületességemben elmulasztottam. Ekkor láttam neki a Szentírásnak, Marx tőkéjének, a Háború és békének, a Don Quixote-nak és más eféle vastag olvasmánynak. Ebből az időből maradt élénk emlékezetemben egy német utazó, ha jól emlékszem a század első évtizedéből származó, izgalmas útleírása is, amely akkori helyzetemben valamilyen oknál fogva különleges igazolra szolgált. Egy olyan dél-amerikai vad indián törzssel való találkozásáról számolt be a tudós szerző, amelynek tagjai az Andok egyik megközelíthetetlen őserdei fennsíkján folytatták vadászó, gyűjtögető életmódjukat, és még soha nem találkoztak emberrel. Nem csak abban az értelemben, hogy soha nem láttak még európai fehér embert, hanem úgy, hogy törzsük kollektív emlékezetében egyáltalában nem őriztek semmiféle emléket bármiféle emberi lénnyel való találkozásról. A beszámoló szerzője volt az első idegen, aki valaha is felbukkant a látókörükben. Számos rajzillusztrációval ellátott kötet volt, amely nyelvezetének valamelyes nehézkessége ellenére is mélységesen mély benyomást tett rá. A kutató állítása szerint majd két teljes évet töltött az indiánok körében, megbarátkozott velük, megtanult a nyelvüket, és mély bepillantást nyert szokásaik, hiedelmeik, erkölcseik különös világába. Európai szem számára a legszembetűnőbb volt, úgymond,
a gyerekek és öregek iránti határtalan gyöngétségük és mélységes tiszteletük. A megkülönböztetett bánásmód pedig kifejezetten a törzs improduktív tagjainak szólt. Csak a kézzel fogható hasznot semmiképp nem hajtó, a vadászatra, gyűjtögetésre egyaránt mégis már alkalmatlan egyedeket övezte ez a privilegizált figyelem. A törzs vagy család aktív korban lévő tagjai közötti apró cseprő konfliktusok olykor akár vehemens verekedésbe is torkolhattak. De gyerek vagy öreg megengedhetett magának akármilyen csínt vagy szeszélyt. Soha egy rossz szót nem szóltak, soha nem emeltek rá kezet. Hosszas megfigyelés révén végül is végére járt e különös attitűdnek a tudós utazó. Önfenntartási ösztönük késztette a vadakat erre a magatartásra. Semmi más. Napimádók voltak. Úgy hitték, minden élet a naptól ered. Ugyanakkor pedig asztronómiai ismereteik kezdetlegessége folytán egyáltalán nem bíztak benne, hogy a nap, ha egyszer lenyugodott, másnap ugyanolyan törvényszerűen fel is kell majd. Minden délután napnyugta közeledtekor különös nyugtalanság vett erőt rajtuk. Szorongás, félelem fogta el őket, majd hogy nem pánikba estek. Kora hajnalban pedig kiültek a sziklás plató peremére, tekintetüket mereven a sötét látóhatárra mereztették, míg az öregek különféle mondókákkal és varázslatokkal, napidéző szertartásokkal imádkoztak a hajnal hasadásért. A felkelő nap első sugarát aztán minden áldott reggel ugyanazzal a kitörő örömújongással fogadták, mintha soha életükben nem lett volna még részük ebben a látványban. Komolyan hitték, hogy ő rajtuk múlik az öregeik kitartásán és vajákos ügyességén, hogy hajnalonta felkel a nap, hogy a világ világ maradt. Szó szerint olyanok voltak, mint a kakas, amely azt hiszi, az ő kukorékolása ébreszti a napot. Tán csak egyetlen dologban különböztek. Mélységes felelősséget éreztek a világért. Úgy gondolták, ha nem tisztelnék az öregeiket, nem lenne, aki imáival életre keltse a napot. És ha nem ajnároznák a kicsinyeiket, nem lenne, aki haláluk után a helyükre lépjen majd. És akkor elpusztulna az egész világ. A hegyek, a völgyek, az állatok, a növények, az égbolt, a csillagok, a nap, az egész világ mindenség. Így hát önfenntartásból inkább eltűrték, hogy az öregek napközben ezer meg ezer szeszéllyel nehezítsék meg amúgy sem könnyű életüket, és könnyű szívvel viselték a gyerekek gátlástalan hancúrozását és gondtalan rosszalkodását. Az egész világ terhét viselték a vállukon, és ez minden mozdulatuknak, minden rezzenésüknek különös méltóságot adott. Ma már így utólag nehezen tudnám megfogalmazni. A vadak eme groteszk tévedésében mi is tűnt számomra ott és akkor abban a nyomorult gatöncellában annyira biztatónak és vigasztalónak. Talán csak annyi, hogy nincs az a közömbös, ellenséges világ, amelyben az indián meg ne találná a neki való, csak is őre szabott, senki és semmi által el nem vitatható emberi méltóság forrását, a felelősségérzetet. Bármiért, egy mosolyért, egy könycseppért, egy versorért, egy emberért, minden emberért, a földért, az égboltért, a hajnalért és éjjelért, az egész világ mindenségért, az Istenért. Ha már azzal etetem itt a nyájas olvasót, hogy a sittes élet gyönyöreit próbálom ecsetelni, semmi esetre sem hagyhatom említetlenül a börtönlét egyik legfőbb vonzerejét. A körülményt, hogy nap-nap után olyanokkal hozza az embert abszolút test közelbe, akikkel egyébként soha a büdös életben nem lenne alkalmat találkozni. Lábjegyzetek. Darvas Iván olvas fel részleteket könyvéből. Akárhonnan is nézzük a dolgot, egy biztos. 56 után az ország szellemi krémje volt becsukva.
azok kerültek börtönbe, akik egy végletes helyzetben megőrizték szuverenitásukat. Megőrizték az ítélő képességüket. Nem ijedtek meg semmiféle fenyegetéstől, nem vártak semmiféle felülről jövő utasításra, hanem a saját fejük után menve önállóan döntöttek, és amikor alul maradtak, vállalták tetteikért a felelősséget. A szó legnemesebb értelmében férfiakhoz méltón jártak el, még akkor is, ha sokan közülük gyerekek voltak még, vagy nők. Márpedig én addigi életemben nemigen találkoztam ilyesfajta attitűddel. Többnyire érzékeny, olykor túlérzékeny, gyakran egocentrikus, hogy ne mondjam, egoista, szép lelkek között telt az életem. Önmaguk értékével, s egyúttal önös érdekével, túlon túl is tisztában lévő, saját esendőségeiket, fogyatékosságaikat, szemérmesen ellepező, kétségtelen képességeiket, annál szemérmetlenebbül fitoktató, leginkább hiszteroid alkatú, bármiféle felelősséget eleve elhárító, gyerekes, feminin, művész lelkek vettek körül. Egy szóval olyanok, mint jó magam. Nincs is ezzel semmi baj. Olyas valakitől, aki este 7-kor papundekli koronát nyom a fejébe, és ettől elhiszi, hogy király, senki komolyan nem várhatja el, hogy este 7 előtt viszont gáncs nélküli lovakként viselkedjék. Erkölcsi támasza és talpköve legyen a társadalomnak. Nem is volt nekem ezzel gondom soha. Úgy, ahogy megvoltunk egymással. Játszani csak így lehet. Teljes odaadással, vérre menően, ahogy a nők szülik meg a magzatukat, és ugyanakkor könnyedén, felelőtlenül, ahogy a gyerekek építik a homokvárukat. A börtönben merőben más világba kerültem. Felnőttek, férfiak közé. Hazudnék, ha azt mondanám, ettől egyik mind ideális lakótárs volt. Akad közöttük nem is egy önző, irigy, sunyi fráter is. Mégis ennek a közöttük eltöltött szűk két esztendőmnek ez volt számomra a legértékesebb hozadéka. Megtapasztaltam a szolidaritás élményét. Olyannyira egyívásúnak érezhettem magam velük, hogy attól kezdve megszűnt, szerte foszlott, örökre nyomtalanul eltűnt mindenféle gátlásom a mi szócska használatát illetően. Olyannyira, hogy évtizedekkel később, a rendszerváltás után például nem átallottam tevékenyen beavatkozni Magyarország belügyeibe. Országgyűlési képviselőséget vállaltam. Ha nem is értettünk mindig mindenben egyet, ha pengeéles viták zajlottak is olykor, mégis egyfajta illemkódex mindenkor meghatározta a résztvevők magatartását, és bizonyos, mindig pontosan betartott határok közé szorított bármilyen konfliktust. Voltak épp igen egyszerű illemszabályok voltak ezek. Nem illett például lopni egymástól, nem illett öngyilkosságot elkövetni, nem illett homoszexuális kapcsolatokat létesíteni, és főleg nem illett vamzolni, beárulni egymást a fegyőröknek. Aki ezt betartotta, a sziklaszilárdan építhetett a közösség szolidaritására, és ez óriási erőt adott. Ezen belül aztán voltak, persze, hogy is ne lettek volna konfliktusok. Ilyen szűk helyre annyi és annyiféle embert összepréselni, már önmagában véve is melegágya mindenféle torzsalkodásnak. Legjobban bírták ezt a fajta megpróbáltatást a katonák meg a papok. Ilyen szempontból teljesen irrelevánsnak bizonyult, hogy valaki Isten hívője vagy ateista. Sokkal inkább esett latba az a közös tulajdonság, amely egyfajta puritán életvitelben, bizonyos magától értetődő önfegyelemben mutatkozott meg, és amely mindkét hivatás képviselőit egyformán eleve alkalmassá tette arra, hogy válságos helyzetekben példamutatóan viselkedjenek. Gyanítom, hogy ennek közös tulajdonságuk egy bizonyos jelenséggel, nevezetesen a halállal szemben elfoglalt, hasonló álláspontjukban gyökerezhetett. Még ha a halál utáni állapotot illetően vélekedésük gyökeresen különbözött is, abban mindkét hivatás gyakorlói valószínűleg mélyen egyetértettek. A halál tabuizálásának, civil körökben megszokott eltagadásának, elhallgatásának, a gondolkodásból való gyáva kiiktatásának semmi indoka nem lehet. Közepes osztályzatot érdemelnének ilyen alapon a melósok, talán az értelmiségiek is. Legnehezebben bírták ezt a fajta életformát a parasztok. K.
K.L. raptársam, említettem, könyvtáros kollégám volt. Nem volt ugyan paraszt, mégis azok közé tartozott, akik végképp képtelennek bizonyultak arra, hogy akár csak ideiglenesen is kialakítsanak valamiféle modus vivendit. Reggeltől estig a permanens kétségbeesés állapotában élt. K.L. úgy ítélte meg, hogy őt a Népköztársaság bírósága ártatlanul ítélte el. Ő volt, akit mindig is a fennálló rend híve volt, egyedül ellenségei rosszindulatú áskálódásának köszönhető, hogy ellenforradalmi tevékenységgel vádolták és becsukták. Ebben tántoríthatatlanul hitt. A magam részéről ezt a témakört illetően persze soha semmiféle kétely, ellentétes vélemény vagy pláne bírálat el nem adta volna a számot. Végül is mi közöm hozzá? Igaz, egyetértő biztatás se, holott abban teljes mértékben egyetértettem vele, rettenetes dolog lehet ártatlanul ülni, álmomban ne jöjjön elő. Mégis rendkívül megviselt, amikor nap mint nap századszor is belefogott örökös nyafogásába. Ártatlanságát hangoztatta, részletesen sorolni kezdte ellenségei mesterkedéseit. Addig-addig folyt ez így, amíg egy szép napon elfogyott a béketűrésem, és kifogadtam. Édes öregem, mi a fenének meséled ezt immár ezredszer? Jól van, tudomásul leszem, hogy voltak épp csak tévedésből vagy itt, nem tartozol közénk. És akkor mi van, mi? Mi az, hogy közénk? És miért volnék én más, mint ti? Mert közülünk egy sem ártatlan. Mi igazságtalanul vagyunk elítélve, és ez nagy különbség. Csúnyán összevesztünk. A vita hevében mindketten olyasmiket is egymás fejéhez magdostunk aztán, amiket rögtön utána meg is bántunk, tán összezördülésünk valamilyen formában mégis milyen megnyugtatott. A nehezén úgy látszik túljutottam. Megint tudok utálni valakit. Megmenekültem. Talán joggal tartott tőle a büntetés végrehajtási intézetek vezetése, miszerint nem előnyös, ha az elítélt túl sokáig marad egy helyen. Túlontúl is belakja magát, kiismerheti a rendszer gyengébb pontjait, társaival szerveszkedésbe foghat, netán szökési terveken kezdi törni a fejét és a többi. Sokkal jobb, ha állandó bizonytalanságban tartják. Soha ne tudhassa, mikor hová viszik, meddig marad egy helyen, kikkel kerül egy zárkába. Az ilyen meggondolásból fakadó állandó ide-oda utaztatást el is nevezte a rapszleng ismerd meg hazádat mozgalomnak. Minden esetre megvolt ennek az aggodalomnak a jó oldala is. Nevezetesen, akármilyen kellemetlen raptárssal zártak is össze, nem kellett attól tartani, hogy túl sokáig tart majd a kényszerű együttlét. Bízvást számíthatott az ember a rövidesen bekövetkezendő, szedje a cuccát felszólításra, és már is új tájak, új emberek, új lehetőségek, és persze új kitolások felé is sodorta a sorsa. Így szabadultam meg végül K.L.-től is. Egy szép napon a Váci börtönbe szállítottak át. Természetesen annak is a legmélyebb bugyrába, gondolom legalábbis annak szánták, az MZ-re kerültem. Ki is lehetne alkalmasabb cellatárs egy rohadt ellenforradalmár értelmiségi egy komédiás számára, mint egy analfabéta cigány? Hadd lám, melyikük purcan ki előbb? Nyilván e fajta meggondolásból kerülhettem egy zárkába R barátommal. Életemnek, vagy legalábbis börtönben töltött két évemnek egyik legszebb, legmaradandóbb élményét köszönhetem neki. Kétségtelen nem csak, hogy írni, olvasni nem tudott, beszélni is valamilyen számomra idegen keveréknyelven beszélt. Még a nevét se tudta pontosan, hol ennek mondta magát, hol meg amannak. Mégis költő volt a javából. Igazi költő, a szó legnemesebb értelmében. Hosszú ideig zárkózott maradt. Alig szólt valamit, kérdésekre bizonytalan, megbízhatatlan válaszokat adott, csak látszott, hogy fél tőlem. Legszívesebben csak zenélt. Két térde közé fogta a vizes kannát, és a buszta tenyerével, különféle erővel, különféle ritmusban dobolt rajta. Hozzá meg gajdolt. Szabadon rögtönzött dallamra, szabadon rögtönzött szövegeket énekelt hozzá. Ma úgy mondanuk, rappelt. Elvarázsolva hallgattam órákon, napokon, heteken át. Idővel aztán megbarátkoztunk. Halvány betekintést nyerhettem. Hogy is él egy körülbelül 30-40 főnyi cigáncsoport, vagy család?
minden esetre úgy mesélt róluk, öregekről, bátyókról, csajokról, burdékról, hogy ha nem is tudta pontosan meghatározni, kivel milyen rokoni szál köti össze, mégis azt kell hinnem, közvetlen vérségi kapcsolat állt fenn közöttük, igenis családot alkottak. Egy szóval, hogyan él egy vándorló, kóborló, sátoros roma család a 20. század közepén Magyarországon? Azt hiszem, nem nagyon különbözően attól az életformától, amilyenben az én nemrég olvasott, s rám oly mély benyomást gyakorló útikönyvemben szereplő indiánok éltek a század elején a dél-amerikai Andok szűzi őserdeiben. Kétségtelen azzal a méreható, semmiképp el nem hanyagolható különbséggel, hogy mindaz, amire az én R-barátom családja bukkant gyűjtögető vadászó tevékenysége folyamán, lett légyen az fogyasztásra alkalmas szárnyas, egyéb apró jószág, zöldség, gyümölcs vagy más az élet fenntartásához szükséges földi jó, eleve kivétel nélkül már más valakinek a precízen meghatározott és szigorúan számon tartott tulajdonát képezte. Így hát az ebből nyilvánvalóan rendre létrejövő konfliktusok, mint egy eleve, törvényszerűen be voltak programozva a csoport életvitelébe. Amikor erre rákérdeztem, ti miből éltek? Tettem fel racionálisan a kérdést. Az én R-barátom tiszta és ártatlan tekintetével csak ennyit mondott. Tág a világ, jók az emberek, Ivánkám. Mondom, költő volt a javából. Egy csepp harag nem ért a szívében a társadalom iránt, amely szabályos időközökben dutyiba juttatta őt vagy valamelyik családtagját. Ezeket az apró beleseteket egyszerűen az élet olyan elkerülhetetlen velejáróinak tekintette, mint amikor, teszem azt, nyári zápor alkalmával megázik az ember. Istenem, hát aztán! Tiszta szívű volt és romlatlan, tele várakozással és hittel. Az életre úgy tudott rácsodálkozni, mint egy kisgyerek a színes képes könyvre. Nála ártatlanabb emberrel soha nem találkoztam. Ezúttal épp politikai bűncselekményért ítélték el, tiltott határátlépés kísérletén kapták rajta. Kérdeztem, hogy melyik határon kapták el. Nem tudta megmondani. Fogalma se volt, tulajdonképpen melyik országból, melyikbe is szeretett volna átjutni, hogy kövesse a családját, amelytől rövid időre elszakadt. Ha letelik a büntetésed is kiengednek, hogy fogod megtalálni a családodat, kérdeztem. Megyek a szívem után, volt a válasz. Vagy köd előttem, köd utánam. Ilyeneket bírt mondani. Aztán elővette az alumínium kannát, és panaszos dalba fogott. A telet különben jól bírta, de akkor már tavaszodott, és ez láthatóan nyugtalansággal töltötte el. Amikor máshová szállították, sírva borult a nyakamba. Testvérének nevezett. Őt se láttam soha többé. Rafi, éves testvérem, hol vagy? Vajon élsz-e még? Vajon ugyanolyan tágnak, jóságosnak és értelmesnek látod a világot ma is, mint annak idején? Aligha. Megalázott, megkeseredett, megtaposott vén cigány lett belőled is, ha még meg vagy. Aztán kórházba kerültem. Nem, mintha bármi panaszom lett volna, de ebédosztáskor a házi munkás odaszólt nekem. Azt üzeni az orvos százados, jelentkez orvosi kihallgatásra. Orvos százados? Mi a fene? Gondoltam magamban. Hosszú libasorban vártam aztán a soromra. Vetkőzzön, mondta rám se nézve. Rossz kedvűen a fehér köpenyes kopaszoló szemüveges fiatalember, fehér orvosi köpenye galéria alól csak ugyan kikandikált a századosi rang három aranycsillaga. Sóhajtson! Megkopogtatta hátamat, stetoszkóppal meghallgatta a szívverésemet, megmérte a vérnyomásomat, és tovább ügyet se vetve rám, szemtelen arccal odafordult az asszisztenséhez, ugyancsak fehér köpenyes, de alatta csíkos rabruhában. Anémia alultáplált, tovább intézkedésig felvéve a belosztály kettőbe. Kérem a következőt. Hosszú hónapokat töltöttem aztán a 12 ágyas, rendes, hideg-melegvizes fürdőszobával felszerelt, tiszta kórteremben. Ráadásul rövidre rá az egyik smasszer úgymond felsőbb parancsra, nyilván ugyancsak a rossz kedvű orvos százados jóvoltából, feltette a kérdést, tudok-e angolul.
No már, ha azt kérdezi, tudok-e kínaiul vagy hottentottául, az se jelentett volna problémát. Ebben az esetben megbíznak egy angol könyv lefordításával, és kezembe nyomta Sergei Eisenstein Film Form and Film Sense című vaskos eszégyűjteményét. Így hát délelőttönként a perfekt angol tudással rendelkező K.D. rabtársammal közösen bevonultuk az egyik üres zárkába, és szótárral, írógéppel felszerelkezve kedvünkre múlattuk az időt. Az árka rácsos ablak a fehér olajfestékkel vastagon be volt ugyan kenve, de kis részén kanállal, késsel könnyen levakarhatónak bizonyult. Úgyhogy végül is a Dunára nyíló kilátásban gyönyörködhettünk. Földön túli élvezettel bámulhattuk a sétahajók, a csónakázó, fürdőző, nyaralók, köztük fürdőruhás lányok észbontó látványát. Tiszta Hawaii, mondanók ma. Reggelente fél liter friss tej, bőséges, vitamindús ebéd, olykor még gyümölcs is, naponta forró fürdő, értelmesnek tűnő, szórakoztató, intelligens tennivaló. Istenem, mi kell még? Jól lehet, a büntetés végrehajtási parancsnokság egész idő alatt, legalábbis az én időmben, végig nagy műgonddal ügyelt rá, hogy az úgynevezett 56-osok lehetőség szerint ne igen keveredjenek az úgynevezett régiekkel. Kórházban mégis csak előbbre való maga a kór is be. Így hát nyilvánvalóan elsősorban betegség szerint sorolták be a pacienseket. Így kerülhettünk össze mi ellenforradalmárok, olyan háborús bűnösökkel is, akik bizony alig titkolták irányukban táplált ellenszemüket, sőt akadt, aki nyíltan kimutatta örömét, hogy rohadt bolsi létünkre, lám minket is utólért a végzetünk. Esténként olykor véget nem érő politikai viták zajlottak a két tábor szereplői között. De arra is emlékszem, hogy az egyik gyomorbajos 56-os volt pártitkár. A vacsorára kapott finom tejbe grízt a vita hevében, mérgében az arcába kente az egyik hipertóniás kisnyilasnak. Az meg jó ízűen elfogyasztotta a külön adag repetát. Abban mindkét tábor hívei mélyen egyetértettek, ez így tovább nem mehet. A művelt nyugat semmiképp nem tűrheti, hogy továbbra is lábbal tiporják Európa közepén az emberi jogokat. Az ENSZ nyilván nyomást gyakorol majd a Kádár-féle bábkormányra, hogy mielőbb amnestiát hirdessen a politikai elítéltek számára. A különbség a két ellentábor felfogása között mindössze abban nyilvánult meg, hogy mi 56-osok úgy gondoltuk, amnestia csak is ránk vonatkozhat majd, hisz háborús bűnök soha nem évülnek el, nem eshetnek közkegyelem alá, míg a régiek úgy okoskodtak, ha valakinek, hát elsősorban nekik jár az amnestia. Ők már bőven leülték a magukét, ezek a jöttmentújak meg csak várjanak szépen a sorukra. Hadd tudják meg, hol lakik a magyarok istene. Volt közöttünk egy amúgy meglehetősen szerény műveltségű, idősebb bányász, cukorbeteg, szívbajos, aki különleges jós képességekkel rendelkezett. Nem tenyérből jósolt, csak úgy megfogta az illető mindkét kezét, mélyen a szemébe nézett, majd rövid szünet után halkan kijelentette. Megcsal az asszony. Vagy nem sokára átszállítanak máshová. Vagy jó hírt kapsz haszúról. Egyszer valaki megkérdezte tőle, mikor lesz vége a rendszernek. Hosszan hallgatott, majd kibökte. 31 év múlva. Majdnem meglincselték. 1958-at írtunk akkor. Lábjegyzetek. Darvas Iván olvasott fel részleteket könyvéből. A hangfelvételt Táncos Tamás készítette. A műsor zenéjét Gebauer Mária állította össze. Szerkesztőrendező Zoltán Gábor.